tanulmányok rendezvényén, ez ugye a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézete, valamint a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza közös rendezvénysorozata, és ezúttal van szerencsém bemutatni önöket, Veselényi Garai Antort, aki építész, és ugyan szegedi származású, de úgy tűnik, hogy Budapesten él évtizedek óta. Építészként dolgozik, gyakorlati szakember is, de elméleti szakember is, és tulajdonképpen azért hívtuk el magunkhoz, mert az intézetünkben az épületek, az épített örökség és annak összekapcsolása a kulturális örökséggel, a szélesebb társadalmi közeg változásaival, ez kifejezetten egy érdekes témakör, amiben mi is kutakodunk, és szeretünk érdekes előadásokra meghívni szakembereket. Ilyen ez a mai alkalom is, és Andortól azt fogjuk megkérdezni, illetve megpróbálni megtudni, hogy létezik-e népi építészet, illetve azon belül is létezik-e vallásos népi építészet napjainkban. Fogadják szeretettel! Jó estét kívánok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedves meghívásokat. Most úgy fogok tenni, mint hogyha interaktív lenne ez az előadás, ígérem, nem fogom önöket húzottan sokat piszkálni, de ha elhangzik az a szó, hogy népművészet, akkor megkérdezhetem, hogy mi ugrik be önöknek. El a szóló, hogy népművészet. Tulipáros lánok. Teljesen jó, abszolút. Szegedi papus. Zsindelyes faház. Zsindelyes faház, tökéletes. Igen? Agyagház, pontosan. Hogyha szűkítenék a kérdést, ezeknek a, egyetértek, nekem is ez ugrik be. Ezeknek a meghatározásnak a közös jellemzője az az, hogy ez a dolog régi. Tehát, hogy feltételezik mögötte, hogy ez azért nem ma történt. Egy fokkal érdekesebb kérdés, hogy önök szerint például létezik-e ma népművészet? Mit csinál? Milyen a mai népművészet 2019-ben? Vagy a mai népi építészet? Létezik-e ilyen? Mit tetszenek erről gondolni? Építészet? Mai népépítészet, akármelyik. Népépítészet vagy népművészet? Létezik. Igen? Sok területen, sok áron van neki. Kötéstől az építőiparig, a anyagozástól, a... Segítsenek. Fafaragási. De ez hasonlít, gondolom, a régi népi építészekhez, amire gondolom. Hasonlít, igen. Szó. Például a házépítés hasonlít. Az eljárások valóban nem változnak túlzottan sokat. Az úr mondja, a házépítés valóban hasonlít. Nekem a heppem és a mániám az az, hogy megpróbáltam, egyszer beugrott nekem ez a kérdés, hogy létezik-e ma Magyarországon népi építészet, mai, 2019-ben csinált népi építészet, és hogyha van, akkor az milyen? Mennyiben feleltethető meg a régi fogalmainknak, mennyiben kell ezeket a régi fogalmainkat modernizálni, és ennek a bemutatáson szeretnék önöknek elmesélni egy történetet. Egyébként az előadásnak a címe az, hogy a kockától a parasztig, a snasztól a spontánig, a népi építészet új megjelenési formái, amely előfeltételezi azt, hogy a címben, hogy szerintem is létezik ma a népi építészet, de ez nagyon nem feleltethető meg, van egy ilyen szép szó, ikonográfiailag, vagy a képek szintjén azzal a népi építészettel, amit hullókról látunk, és érdemes nagyon-nagyon tágítanunk azt a módot, amit ma kortárs népi művészeti cselekvéseknek, népi építészeti cselekvéseknek tulajdonítunk, azért, mert ez tényleg a 21. században értelmezhető cselekvéssorozatok. Egyébként ezt mondanám el önöknek, hogyha lenne 2 óránk, de ebből az egészből nem fogunk foglalkozni, gyakorlatilag itt a végén fogom kezdeni ezt a dolgot, mert a végén van egy történet, amely történet az egy egyeki kertnek a története. Egy bizonyára nagyon sokuk számára ismerős lesz ez a történet. Biztos vagyok benne, hogy akár önök között is, akár a családjukban
lesz egy olyan nagybácsi, hát nagynéni kevésbé, de unokaöcs, unokabáty, aki hasonlóképpen fejleszti a környezetét és a telkét, mint ahogy ebben az egyeki telekkel és egyeki kerttel történik, amely egyeki telek és egyeki kertnek a története, Rózsának a története és Péternek a története. Ez az egyekország egyébként már Felérvegyében található. Azért nagyon érdekes ennek az elhelyezkedése, mert tetszenek látni, nagyon-nagyon közel van a budai szuburbiához. És egyébként a budai külvárosi rendszernek, ennek az úgynevezett sváb falugyűrűnek a része, Perbál, Etyek, Pusztazábor, Biatorbágy, Biatorbágy, Etyek, stb. Egy nagyon-nagyon dolgos, masszív munkakultúrával rendelkező és hagyományos szerint is remek adminisztrátor, remek dolgozós, nagyon-nagyon spurlós csapat lakik itt, praktikusan a svábok, és ezt mondom, hogy a határ közében nem kell túlmagyarázni, de van egy jellegzetessége ennek az egyeknek, hogy ebben az egyekben még léteznek bizonyos tradicionális paraszthagyományok. Tradicionális paraszthagyomány alatt nem azt értem, hogy egy hatökös szekérrel közlekednek, és magyarul, tehát hallgatnak minden évben, bár ez a paraszti hagyománytól teljesen független, hanem azt, hogy nagyon intenzíven a munkából, a földből és kifejezetten a mezőgazdaságból élnek változatlan az emberek, ami azért nagyon érdekes, mert a közvetlen közelségben dobog egy szuburbiával együtt egy 3 milliós nagyváros. Egyébként ez az egyik egy nagyon-nagyon festői területen helyezkedik el, dimbes, dombos, imádják a biciklisták, imádják a kirándulók, nagyon-nagyon híres az itteni borvidék, amely borvidék az rendszeresen el lett gyakva a szocialista a borászatok által és a hungarok által borzasztóan brutális módon jó, savanyú, ahogy ezt felé mondják, fiúgyerek csináló borokat termeltek. Ez mostanra, ez kezd kijönni ebből az átokból, és egyre minőségebb és minőségesebb kórházak jelennek meg, és egyre inkább és egy nagyon-nagyon szép kultúrtáj kezd kialakulni a szőlészeteknek a segítségével. Ezeket tulajdonképpen van itt egy körpince sor, pontosabban egy körpince, ez egyik körpince, amelynek a jellegzetessége ezeknek a körpincéknek az, hogy egy neve is mondja, kör alakban helyezték el a pincéket, ami itt a városon belül, pontosabban a falunknak a testén belül egy nagyon érdekes városi teret hozott létre. Na most, hogy a falu meg a város között millió és egy különbség van. Havas Béla azt írja, hogy a város, a falu az vízszintesen, horizontálisan teljeszkedik el, és nagyon mély, tonikus, a földdel van nagyon-nagyon erős kapcsolatban, abból él. Még ezzel szemben a város, az körbezárt, el van vágva a földtől, hiszen kövezett, és az Istennel, Istenséggel való kapcsolatban fölfelé kommunikál, de nem véletlenül tartja Hamas Béla a várost, ugye a komolyabb kultuszoknak a színének. De, és ez egy nagyon fontos de, itt ebben a faluban emiatt a körpincesével olyasfajta tér alakul ki, amit a városokban szoktunk látni. Zárójelben jegyzem meg, a pincéknek ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, hogy a pincéket itt csoportba teszik. Általában, amit ugye tipikusan szeretünk, az egy tokai példa, tokai hegyei példa, hogy a pincészetek azok vagy a dűlőkön vannak elszórva nagyon-nagyon távol egymástól, vagy pedig benne a városban, bepakolva a várostestbe. Mind a kettőt a távol példát Tokajon. Nagyon-nagyon ritka az, amikor önálló utcaképeket és utcaszigeteket hoznak létre a pincékből, és ennek egy kifejezetten ritka példája az, amikor ez körbe helyezkedik el. Ez volt az alapja annak idején, hogy Rókus Valami pár ugye megrendezte az egyeki kezes lábost. No, de ezzel nincs vége a csudaságoknak, hiszen itt van Egyekúd is. Az egyik legnagyobb filmstúdió, ugye a Andy Vajnának a beruházásában és a Demián Sándor építette. Ez nagyon-nagyon fontos lesz, mert még a későbbiekben például Egyeken forgatták a Hellboy című Guillermo del Toro filmnek a második részét. Ezek a díszletek, valahogy szörnyek egyébként csatáztak egymással, a mai napig is megtalálhatók a városban. Nos, ebben a kis városban, ebben a nagyon komoly falu, ez bocsánat, ebben a nagyon-nagyon komoly munkakultúrával rendelkező városban építette föl Péter és Józsa a házát,
amely egyébként olyan semmi különlegességet nem mutat, ezzel mondom a kollégáknak, hogy itten kiírt a magát, hogy újraindítás és frissítés a támogatásban való további részvételhez megjelent egy gomb. Jó, oké, de majd, hogyha majd robban, akkor majd a halálom én tanjam. És ebben ez a ház, ez 1980-ban épült föl. Direkt nem mutatok róla a nagy képet, mert nem ez a fő poén. Mint minden vidéki házban, emellett, ehhez is tartozott egy nagyobb zöldséges kert, amely zöldséges kertben elkezdtek paprikát, paradicsomot, stb. Palánt, ez az, hogy pontosan jól tudják, de annak érdekében, hogy ne ivóvízzel kelljen ezt a zöldséges kertet öntözni, eldöntötték, hogy ők 1986-ban majd ásnak egy kutat, és ennek a kutásnak a megásásához el is készült az első kútház. Ennek a kutásnak a megásásához gyakorlatilag három cigány ember fogadtak, a három cigány ember úgy dolgozott, hogy ketten megfogták a harmadikat, leeresztették fejjel lefelé a lupa, ő ásott, majd előtt kihúzták a vödöt, majd kihúzták azért a harmadik cigány embert. De nem a szokásos kútkáva sülyeztéses módszer, ez egy iszonyatosan veszélyes dolog. Csak ezt Péter papa meglátta, hogy teljesen kívülült, és mondta, hogy azonnal megyetek haza, akkor húzunk, rendes kutásunk. De meg tetszenek nézni ezt, semmi extra, a már elhangzott zsindelyfedés is szépen látható. Itt van az egyik kútgyűrű, felette van a másik kútgyűrű, és szépen annak érdekében, hogy ez a dolog le legyen fedve, rendezett legyen, ne hújjon bele semmi, rá lehessen előbb akasztani a mechanikus vízkimerőt, majd később aztán ilyen búvászni, vagy tud lehessen bele engedni. Egy kicsi építményt építettek föl, a használaton kívüli káv az le van fedve, tehát egy rendezett, nagyon-nagyon funkcionális valami épült meg 1986-ban, amely mutat valamiféle, mondanám azt, hogy építészeti esztétikát, de ez nem építészeti esztétik, ez pusztán annak a jele, hogy valaki rendesen, tisztességesen szeretne valamit megcsinálni. Amikor ez kész volt, akkor 1990-ben úgy döntöttek, hogy jó lenne valamiféle kis kaibát csinálni azért, hogy lehessen hol dolgozni, és hogy el lehessen tenni, hogy a falusi munkához szükséges szélszámokat. Ezt gondolom, persze, hogy buta vagyok, tehát mindannyian tetszett, tudni, egy klasszikus falusi garázs az úgy néz ki, hogy van benne egy bicikli azért, hogy el lehessen menni a szomszédhoz írni egy fröccsöt. Van benne egy kis motor, hogy ki lehessen menni vele a szőlőbe, van benne egy nagy motor, hogy el lehessen menni rendes túrákra, van benne egy terepjáró, meg még egy terepjáró, az egyik rendszámmal, a másik rendszám nélkül, a rendszám nélkül van használva a vadászatokhoz, a rendszámos ahhoz, hogy a nagyobb bevásárlást lehessen intézni az Osánban, metróban, órában, mikor volt. Van egy rendes városi autó, amivel a családot el lehet vinni hétvégén moziba, és van egy bazibert transporter, amivel az embereket lehet kivinni a földekre, és utána a munka végén vissza lehet hozni a földekről. Ez látható ennek egy kicsi része, és pluszban van benne egy messzi Ferguson nevezetű traktor, amit ilyen nagyon minuciózus munkával a Péter papa reszelgetett, csiszolgatott és puszilgatott, mint egy ilyen antikvitásként, hogy végre működjön, azt hiszem már be lehet indítani, tényleg egy remek-remek darab, itt tetszenek látni a kis vonal. Tehát minden van egy ilyen garázsban, gyakorlatilag egy komplet gépszintesen lehet elképzelni, amely tényleg ez a parasztembernek legyen szekere, hagyománynak egy ilyen nagyon-nagyon szép továbbvitele. 1994-ben úgy döntöttek, hogy jó lenne, hogyha azért ki tudnánk ülni, kicsikét úgy hűsölni, és az északi, a ház oldala által védett részen legyen már egy kicsike leülő terasz. De ez a terasz, ez világgyorsan beüvegezték a későbbiekben, jelenleg a petúniák, sosem tudom ennek a virágnak a nevét. Ő az, köszönöm szépen, Leanderek vannak benne, plusz növényfújók, plusz kemikáliák, de az első komoly bűvítényként jelent meg a ház. Ugye érdemes ezt megnézni, ezt a gyönyörű bádogozás műveket, ugye, ami, és ez ilyen Fábri Sándorosan lehetne ezen úgy felszívni magunkat, hogy elvegyük rajta a port. De sokkal kevésbé az esztétika a lényeg, mint inkább az, hogy megvan oldva a víznek az útja, amely innen lecsorog, innen, oda becsorog, oda, onnan lecsorog, ő rá, ő de visszacsorog. Itt pedig szépen tisztességgel lemegy, és egy kisebb atomerőmű kompozícióval egyesülve működik ebben a dolog, és bemegy végül a csatornába. Amely hangsúlyozom, nem az a fajta esztétikai környezetalakításnak a
a példája, amelyet elvárunk, vagy a fejünkben van mondjuk az Arsenkrasz mozgalmak óta, 1850 óta mondjuk Angliában, hanem a tisztesen, gondolt, odafigyelve a környezet alakításáért tett lépéssoroknak különböző emlékeiként kell ezt lássuk. Ezt egyébként rengetegszer el fogom mondani, valahol itt fog kiegészesedni egyébként ennek az előadásnak a tézise is. Még egy kép, próbáltam nagyon dokumentalista módon, ha lehet ezt mondani, elkészíteni a fotográfiákat. Nagyon nehéz volt, mert ilyen egy darab építési ömlenyről van szó az elmúlt 30 évből, de próbáltam úgy kizárni azokat a dolgokat, amely szerintem most még nem fontos. 2004-ben úgy döntöttek, hogy jó lenne pásztáit tartani. Ennek aztán majd vége lesz 2014-ben, és 2004-ben építenek a meglévő garázshoz egy kisebb, gyakorlatilag egy disznóvonat. Ebben a disznóban, ahogy kell, benne vannak a malacok, van benne kutyus, a disznóban van egy rendes füstölő is, így ha belézzünk, most ez a disznó volt, az, hogy ez miért így néz ki, most majd ezt is el fogom mesélni, és betekintve ebbe a disznóba, látjuk tulajdonképpen egy nagyon-nagyon egyszerű téglaszerkezettel az egykori malacállásoknak elején most van egy ilyen mindenes raktár, gyönyörű szépen ilyen ebből a fonott létszel, vagy ilyen térrel határoló elemmel bezárva, és itt tetszett látni a kupinak a közepén van egy füstölő, a füstölő mögött látjuk a garázst, ez a garázsnak a két ablaka, emögött van ez a hatalmas géppark, és még egy nézet a füstölőről, amely ugye füstölő azért kell, mert egyszerűen így tartjuk, még nagyon sok helyen a húst így vigyük meg, hogy ne romoljon meg. Ugye a spanyoloknál, meg a portugáloknál ez a szállítása a mód, nálunk a füstölés a mód. Ez egyik ilyen sóval is operálnak, nálunk a füstöléssel védjük meg a húst attól, hogy ez megromoljon. Így még egy dolog a kép a füstölőről. És amikor ez a komplexum kezdett fölállni, akkor 2005-ben fölmerült a szituáció, a dolog, ezt meg is kellene enni valahol. Történetesen 2005-ben én a saját lakásomban megszabadultam egy kandallótól, és megkérdeztem a papát, hogy de papa, ott a kandalló, hát egy kicsit bénel ez a kandalló, de rengeteg könyvem van, nem fértem el, ráadásul ez a lakás nem volt alkalmas arra, hogy én fával fűtsek, ki kellett menni izzadtan a fáért, behoztam a fát, minden mukaszos volt, tüdőgyulladásom lett, szóval nagyon nem, tehát ez nem erre volt kitalálva, jó mutat, 3 percig, amíg lobog a tűz a vendésnek, és tőle csak mondva vele. Gondolom, hogy megszabadulok tőle. És mondta, ne, kéne dob, hát jó lesz az nekem. Úgyhogy erre a kandalló betétre gyakorlatilag épült egy ilyen étkező mű és egy kémény mű, amit itt tetszenek látni. Egy pillanatért még érzékenykednék ezeket a dolgokat, és ő rajta. Tudjuk itt minden tárgynak nagyon fontos, nem esztétikai, nem szimbolikus, hanem érzelmi jelentősége van. Nem dobnak ki tárgyat, ami ajándékba kapott, minden egyes tárgy egy konkrét személyhez kötődik, a konkrét személyhez konkrét érzelmi viszonyok fűződnek, és a tárgy ebben az érzelmi viszonyrendszerben lesz nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ezért történik az, hogy a különböző tányérok, családtagoktól kapott egyéb visszelemek, és az egyik vejértől kapott kis fém madaracska ugyanúgy rákerül a kandallóra, ami már innentől kezdve egy sütőberendezés, mint bármilyen más egyéb visszágy, ami emlékként az utakhoz számít. Nagyon fontos, nem esztétika értéke, hanem emlékértéke van a tárgyaknak, az emlékezésnek a folyamatában vannak ezeknek a tárgyak nagyon-nagyon kitüntetett szerepe. És körül a kandalló köré 2005-ben megépült maga az étkező, amely étkezőhöz vezet egy utacska, amely út egyébként, ez nem tudom mennyire látszik a képen, itt már látszik, csodálatos, tehát hogy ne egyenes legyen, mert az nem szép, egy nagyon finom S vonallal vezetődik be az étkezőbe, mellette egy ilyen tujas sorral, hogy leválassza a kertnek a többi részéről, és egy hangsúlyozza az út által is kijelölt térhelyzetet,
És egy nagyon-nagyon dús, nagyon-nagyon intenzív, de az egykori makadám utakat idéző kőrakással vezet be ebbe a kicsi kis étkezőbe ez az utacska. Amely étkezőben itt tetszenek látni ezt a sütőművet, egy hordóból kivágott nyílszíni, pontosabban gázzal is működtethető sütő, illetve a fasütésre alkalmas kandalló, amely köré odaépült a kémé, és ebben az apró részleten pedig ez minden egyes artefaktumban, amit itt tetszenek látni, ebben a kicsi beírásban az összes darabra, az összes elemnek a betonjába bele van vésve egyfajta inskripcióként az évszám, amikor ezek készültek. Ez minden egyes darabnál ez elkészült, akár a betonba, akár a fába, akár a falba, ez mindenhol elkészült ez a bevésés. Került rá polikarbonát azért, hogy a szél ne fújjon be, került rá napárnyékoló azért, hogy a déli tájulásnak az ne tűzön be, és gyakorlatilag az összes családi ebéd, ez így történik, természetesen minden Péter papának a saját maga keze által. Inni nézzünk kifelé, egy iszonyatosan dús dzsungellel, ami iszonyatosan dús dzsungellel, ugye ez a egyik legszebb rész, mert tudjuk, ez a szőlő, ez egy olyan fajta szőlő, hogy tényleg ad termést, tényleg le lehet szedni, tényleg meg is eszik, de nagyon-nagyon szereti azt, hogy ő tud futni. Ezért a legegyszerűbb az volt, hogy erre a kis árnyékoló pelgorára végül felfuttatták ezt a szőlőt. Egyébként azt kell mondjam, a fákon is fut a szőlő, tehát tényleg egy kicsi édenkert alakult itt ki. Ha az ember kilép ebből az étkezőből, akkor kis csobogása lesz figyelmes, lenéz a lába mellé balra, és egy kicsi szökőkutat fedez fel, itt így eldugva a dzsungelben, amely szökőkutban halak úsznak, amely halak aztán prímán áttelelnek a garázsba. Szóval megkérdeztem tőle, hogy te pont papa, nem hagytad őket ki egyszer tényleg, de egyszer kihagytam őket, azt nem szerették. Azóta nem hagyom őket kint, azóta nincsenek kihagyva. Lesz majd egy nagyon szép magyarázat, megkezdett, hogy mindenféle ez a sok állat. Vagy később el fogom mondani, hogy mindenféle ez a sok állat. Tehát itt halacskák is vannak, tengerparton a gyerekek által gyűjtött kis szuvenírák. Tehát mondom, minden egyes darabnak van egy konkrét emlékhez, élményhez, családi utazáshoz való vonzata. Így néz ki a másik irányból, pontosabban a fotós, aki készített ezt jóhagan volnék, a hátam mögött van az utca, és azért nagyon fontos ez a terület, mert majd ennek kapcsán is lesz majd egy poéma az előadás végére. Jól van. 2009-re rájöttek arra, hogy elisztosokozódott az a régi kút. Kéne egy új, egy rendes, amiben van rendesen szivattyú, most ha tényleg csináljuk meg profin, ezért 2009-ben egy új kútházat ástak, ezt tetszenek itt látni. A oromdeszkán felfutó karácsonyi vízfüzértől kezdve a rendes római terrakotta vízköntön át a finom filogúliás átszellőztetésen kezdve egy nagyon-nagyon dús fa ornamentikájú, nem tudom mondani, ez egy templom a víznek, amelynél hangsúlyozom a maga dússágával együtt is minden egyes centimétere az akarásról, a környezetnek az alakításáról, arról a vágyról szól, hogy próbáljuk meg valahogy jobbá, szebbé, élhetőbbé, gazdaságosabbá, okosabbá tenni azt, ahogy élünk. És ennek a közepéből aztán kijön, ez nyomásolat van, jön ki egy slág, és ebben a slágban aztán megy szépen az öntözés. Ez ő ekkora. Az, hogy ez ilyen jól néz ki a képen, az egyébként most nem a fényre, bocsánat, a részletére gondolok, hanem az, hogy ez egy a normális képkompozíciónak köszönhető, az pusztán annak az ok, hogy ilyenkor így érdemes így betérdelni, hogy ez ilyen kicsi darabokat lefotózza az ember, mert hogyha fölülről néz rá a kamerával, akkor minden ilyen lilliputivá válik. Tehát elveszíti a dolog az épület jelenét. És ahogy ez a dolognak a rendje, gerinc cseréppel és kettős hódfarkú cserépedéssel van a ház festve, ami egyfelől megmosolyogtató, másfelől viszont, hogy az építész hallgatók ülnek, akkor most egy hosszú szólót engednék el abból, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon tanulságos részlet. Mégpedig az, hogy az építészetnek bent sokkal fontosabb a lépték, mint a méret. A lépték vagy mérték
az arra vonatkozik, hogy bizonyos formákat tudok nagyítani, és tudom őket csökkenteni. De ez nem mehet a végtelenségig. Főleg a csökkentéssel tudnak problémáik lenni. Megjegyzem a nagyítással is. A csökkentéssel az a problémák, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor a bizonyos építészeti alapelemek, mint például a cserép, az nem csökkenthető tovább, mert akkora, amekkora a szerencsétlen. Ugyanez igaz a vádoktartó kampóra, a vádolgozásra, az eres csatornára, az eres csatorna tartó kampók, egy csomó mindenre. Ha eléri a méret azt a fajta csökkenést, hogy ezek a gyártott elemek már nem tudják követni a csökkentést, akkor egész egyszerűen az történik, hogy szétverik ezek az alapelemek a házat. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság egyébként ennek az ismerete. Ez komoly építészek is el szokták ezt imádkozni. Hát a növelésre is vannak példák, San Pietro, tehát a pápa őszentsége, amikor megy fel a 4 emeletes magas erkén, és nekünk úgy tűnik, mint hogyha őszentség egy ilyen, ott úgy állna az erkély korlát mögött, amikor osztja az áldást a Szent Péter. Nem, tisztelt, ez egy 3 emelet magas monstrum, és ilyen nagyon bonyolult lépcsőrendszereken vezetik föl, akárcsak Ceausescu elvtársat, a román nép vezetőjét, annak itt a saját palotájában tűnik. Akkora méretű az az erkély, hogy mögül lehetetlen volt kilátni, az nem egy szint volt mögötte, hanem komplet 3 szint, tehát egy komoly álmányzatra kellett fölküzdeni magát az emberre. Ugye Madárdó akkora méretre húzta föl, ugye San Pietrónak a palota homlokzatát, tényleg mint egy palotát tett gyakorlatilag a székesegyház elé, hogy az pedig ezek a funkcionális használati funkcionális méretek nem tudták követni. Még egy szép kép. Jól van. 2010-ben sikerült addig, ma azt mondanák a fiatalok, oltani a papát. Papa legyen már medence, na, papa legyen már, papa legyen medence, na, jó medence, papa, tényleg egy jó medence kéne. Jó volt a termés, és gyakorlatilag elképesztő munkával készítettek maguknak egy medencét, mama és papa itt fürdenek a medencében, amely medence egyébként nagyon-nagyon jót tesz nekik, mert ahogy hát ők sem fiatalodnak, ebben a vízben gyakorlatilag na, nem magyarázom ennek, egy medence jó volt, az nagyon jó. Így lesz pályaszállás az embernek a házában. Sielni megyünk, akkor pályaszállás, amikor minden ott van. Ez ilyen házi pályaszállás. Na most ennek a medencének van egy ekkora képecske, ami úgy forgatja a vizet. Megkérdezte papa a medence kivitelezőt, hogy hova tegye ezt a gépet? Hát ez lehet bárhol, nem rossz, hogy be van fedve. Az úgy van, akkor az be van fedve. Úgyhogy készült ez a medence, mint tényleg a kis úszó medence, gatyamadzagok, napóra, rendes óra, hogyha ne adj Isten árnyék van. Halad, miszerint Glockenspiel. Működő dolog, és egyébként szépen átszellőztetve, egy nagyon masszívan, nagyon rendesen, nagyon tisztességesen megcsinált darabról van szó, amely, ha közelből nézünk, akkor még inkább szélkakas, szól a rádió, és belül pedig tényleg van egy ekkora vízforgató berendezés, ami a medencének a gépészetét jelenti, és ebből a kis üzembe lett ez a gépészeti berendezésre a helyet. És egyébként nagyon-nagyon kellemes, mert ezek az egyébként általában is talán megengedhető iróniával, vagy szeretetteli mosolyjal előadott történetek, hogy az ember benne ül a közepén, akkor ezek nagyon-nagyon jók. Tehát egy nagyon-nagyon emberi, nagyon nyugodt és nagyon relaxatív környezet jön létre, de valóban nem a minimalizmus az a szó, hogy beugrik ilyenkor az embernek, ennek az értékelősek. És itt tetszenek látni, ő volt az, ami egyébként az elektromosság, ami ezt az ügyet szépen befogadta, meg néhány rendszer, ami ugye működteti a medencét. Annak érdekében, hogy ez a medence ne csak júniustól szeptemberig legyen használható, 2011-ben a következő évben rátettek egy medencefedést. Ez egy teljesen kutyaközösség és polikarbonát fedés. Ennek hatásra már gyakorlatilag márciustól, áprilistól szerencsésebb időben akár már még korább tavasztól használható a medence, és a használata kitulódik egészen októberig, még most bőségesen tudják használni.
van egy kívás ennek a dolognak, hogy a nyári időszakban nagyon-nagyon fel tud fordulsodni ez alatt a víz. Tehát ez nem egy akkora medence, hogy ez kibírja ezeket a nyári terheléseket, amelyekkel most találkozunk. Egyébként praktikus oka is van, mert a darazsak, méhek, bogarak szeretnek idejárni meghalni. Tehát szerintem így szeretnének, belehullanak, kosztos lesz. Tehát azért ez egy nagyban segít abban, hogy tisztán tartsák a medencét. Először egy normál faburkolatot kapott ez a medence, de azt megette az idő, és utána ebből a kompozit, fa műanyag kompozit deszkából lett elkészítve a medence körülötti burkolat, azért, hogy ne zabálja meg az időjárást. De itt tetszenek látni, tehát a beton kertével szépen színesen festve, beleültetve a növényekkel. Ez a részlet sem a véletlenre bízom. Na most az az érdekes, hogy amikor én ezt először feldolgoztam, ezt az anyagot, itt látszik a medencefedés és mögötte az egykori köszönöm szépen. Hogy akkor bemutattam ezt, ez egy lengyelországi konferencián meséltem ezt az anyagot, és ezért is ez magyarázza egyébként ezt a néhány angol feliratot. És ezen a konferencián volt egy helyi kolléga, aki lakosságnak a megkérdezésével felmérést készített arról, hogy hogyan viszonyulunk az üres felületekhez, a homlokzatokhoz, a reklámokhoz, stb. És kiderült, hogy az emberek, persze mindenki gyűlöli a lepukkant, nem bevakolt homlokzatokat, amiket is szoktunk látni fokhintelkeknél, vagy vidító tűzfalaknál. A következő lépés az, hogy a rendezettségnek az érdekében egyáltalán nem jelentett senkinek semmi gondot az, hogyha reklámok takarták el a csúnya homlokzatokat. Tehát ez a népnek, a lakosságnak, legyenek ők akárkik is, ez nem jelentett problémát. Viszont, hogyha választhattak a színtelen, vagy monokróm, szürk és fehér és vagy színes bevakolt felületek között, akkor kivétel nélkül mindenki, legalábbis a lengyel megkeresésben a monokróm felületekre szavazott. Tehát szerették a nyugodt felületeket. Papa nem szereti a monokróm felületeket, ő ezt befestette színesen, meg kell mondjam, nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon működik. 2010-ben számolnak, osztanak, és ez kiderül, hogy hát nem éri meg a malacot tartani. Azért nem éri meg, mert ez általában a háztejérnek a problémája, azért nem éri meg a malacot tartani, mert olyan iszonyatosan drága a takarmány, hogyha arra nincsen saját földje az embernek, akkor az a haszon, amelyet az állatnak, a háztejérnek a tartásával azt hiszi, hogy megspórol a henteshez menéshez, meg esetleg el tudja adni, az bőségesen elvész azzal, amikor kiszámolja, hogy mennyi pénzt költött a takarmányra. Megjegyzem, az ilyen kicsi háztáji léptékű mezőgazdasági termeléseknek általában ez szokott a legnagyobb rákfenéje lenni, hogy a takarmányjal nem számolnak. És rájöttek arra, hogy nem, ez így nagyon nem jó, nem érve malacot tartani. Plusz 2010-et írunk, bőségesen zubog már a válság, ugye 2008-ban recsen itt a Magyarországon nagyon-nagyon, meg az egész világon minden, nálunk 2010-ben nagyon-nagyon komoly gondok vannak, és hát ott van az, hogy mi van, ha a Muszka elzárja a gázt. Ilyet egy a vidéken azért lássuk, de vannak régi emlékek, hogy jön az orosz és elzárja a gázt. Az úgy nem lesz jó, bedrágult az energiának az ára, és kiszámolták, hogy sokkal jobban megírja, hogyha a felszabaduló részt valami másra használják, semmi malacokra, és egyébként pedig érdemes lenne venni egy olyan csili-tili szuper kazánt, ami egyszerre tud vegyes tüzelést, fatüzelést, széntüzelést, és még ráköthető a gáznak a rendszerére is. Tehát, hogyha átmert időben, hogyha valaki berontjant rendesen ebbe a kazánba, akkor kevesebb gáz fogyaszt. És így döntötték azt, hogy oké, korszerűsítik a fűtést, de a fűtéshez kell viszont egy fatároló, hogó viszont nem éri meg disznót tartani, akkor tehát a disznókat adjuk el, van valami haszonfaj, nincs, vágjuk le, tegyük el, adjuk oda a gyerekeknek, hogy nagyon megeszünk, és a disznótárolóból lett egy szép határoló. Ez a jellegi állapot, ebben az állapotában kaptam el én is ezt a fotósorozatot.
Ez a maga rendezett rendetlenségével együtt egy nagyon-nagyon szépen letárolt fabegységet jelent, ami abból áll, hogy gyakorlatilag júliustól kis túlzással szeptemberig, amikor innen-onnan, mert ez egy csomó esetben az egy kis közösségről van szó. Egy csomó esetben cselekedeskedelem van. Papa, meg kéne szegezteni, jó jövök. Van valami fel? Persze, hogy van, tessék itt van. Tehát tényleg egy 200 főig ebben a közegben működnek a szívességeknek a rendszerei, és egy olyan érzelmi bankról van szó, főleg az idősebbek között, amelyben mindenki tudja azt, hogy jó szó, egy jó szó, adjon Istenért, fogadj Isten, tetszek ismerni ezeket a régi mondásokat, tehát számítanak egymást az emberek, és neki fontos volt a fa, gyakorlatilag a negyed gyarakat, meg a korőszöket a fának a betárolásával töltötték át. 2013-ban, utalva az imént megemlített szívesség rendszére, jött egy hír, hogy te papa, hát, hogy a Borgyák című filmet forgatták, Jeremy Irons főszereplésével, a Borgyák című sorozatot egyekmúltban, és hát ott maradt a díszlet, és bontanák el a díszletet. Van fa, úgyhogy bementek fát bontani. Volt még egy sztori, a trójai faluval kapcsolatos hírt is itt forgattak, és mondta, hogy hát te tudod, Manikám, elhoztam volna én azt a trójai faluvat is, de akkora volt az acél szerkezet, ezt nem bírtuk volna beemelni a tőkkel. A trójai faluvat nem hozták el, viszont gyönyörűen szétszették a díszletet, és ennek a díszletnek az anyagából úgy szintén készült részben tűzifa, de ami sokkal fontosabb volt, hogy ebből sikerült építeni, tovább építeni ezt a disznóistálónak a sorát, és az építési toldásnak a határát itt ezen a ponton tetszenek állni. Nagyon nagy élvezet volt hallgatni egyébként Péter papát, amikor így látszott, hogy a sajnálkozó embernek, a pazarláson mélyen felháborodó embernek az indignációjában mondta, hogy tudod, ilyen vastag fák voltak, és ezt csak dobták, és szakították. Gyönyörű anyag volt, és az ment mind a pocsékba. Ezt ő nem érti. Tehát látszott, hogy ez neki nem érti, hogy ez miért történik. És ebből a nagyon egészséges faanyagból eldöntött, hogy ő tovább folytatja az egykori disznóistálóból lett fatárlónak az építését, valami asztalos műhelyé, csak hogy az új faanyag az hosszabb volt, mint a régi. De ő levágni ezt nem akarta, ezért sokkal okosabbnak tűnt, így hosszában jobban kicsikét kiengedni, és erre utal ez a gyönyörűségesen szép kis csomópont, ami tényleg szépnek tartott. Ha megtetszenek nézni, ez a finom bevágás engedi, fogadja be a hosszabb fát, erre rá lett toldva egy pici kis vízcsendesítő, de a régi eres csatorna, ami itt volt, azt ugyanúgy felhasználta azért, hogy a hó, hogyha megindul és megcsúszik, akkor leszekítse le az új eres csatornát, de gyakorlatilag semmi nem veszett kárba, és ekkor kapta meg ezt az egységes külső létszedését is ez a kis cucc. Itt tesznek látni belülről ezt a toldást, itt ugrik ezen a ponton, ez a határa a disznóistálónak, és itt van az új faszerkezet az asztalos műhelynek, amely asztalos műhelyben, amely szerszámokat tetszek át, most olyan sokat azért nem vetítettem, minden egyes darabot maga a papa csinál. Kezdődni vidéki ezermestert, ami nem az a megmester típus, hanem tényleg lakatos, vadász, faműves, legjobban a fával szeret dolgozni, mert a szép, de mindenki a lakatos munkákra kéri meg, mert ügyesen az össze egy utánfutót. Tehát tényleg mi is maga készíti el a szerszámait olyan szinten, hogy a farepesztőket, tetszik ismerni a farepesztőket? Ha már nem így csapdosság, mint régen nagyobbányok, hanem egy ilyen furdalcs van, ami magára húzza a fát, és gyakorlatilag szétroppantja. Hát és utána aztán lehet itt a baltával jönni, de a nagy röntöket az első mert egy ilyen farepesztővel csinálják meg, tehát ő ilyet is tud csinálni. Tehát ilyen, ezek a műszerek vannak itt a fatárolóban. 2014-ben zseniális volt, még lelőjön a poén. 2014-ben zseniális volt a szőlő termés. Én magam is segítettem a szünetelésben. Megmondom önöknek őszintén, ez egy nagyon-nagyon szép látvány volt, amikor lemértük az utolsó mázsát is, hogy az a mázsalóval leírtuk, összeadtuk, és úgy látszott a papának a szemén az a
pici izgaló meghatottság, hogy Jézus Mária Rozál, össze fog érni a Mercit. Mert hogy olyan jó volt a termés, hogy sikerült egy nagyon szép Mercit, ezt itt tetszett látni meg neki. Termény munka egyenlően nyújtam már. Csak hogy a Mercsú rosszabb volt, mint a garázs. Sosem volt még. Na, de az nem járja. Azért az nem járja, hogy... Úgyhogy itt meg lett borva az eredeti szerkezet, és egy finom kis mellé toldással, egyébként egy ilyen húzott kapuval, nem bocsánat, én pontosan akkor beszéltem, egy elektromosan működtetett paneles kapuval, gyakorlatilag ezt a toldást, mint egy eszközölve, létrejött a garázsnak a bővítése, amelyek a garázsnak a bővítése az azért lett, hogy a Merci az beférjen. Itt tetszenek látni, itt van mögött az úr. És azért, hogy innen se csurogjon le csak úgy össze-vissza a víz, itt ez a bizonyos esőcsatorna művek, ez itt tovább fokozódik és megismétli. Azért, hogy valóban erre a viszonylag drága szerkezetre ez ne csurogjon rá. Bocsánat, ez... Na de jó, oké, jó. Na de akkor most mi lesz a nap négyessel? Hát most tulajdonképpen van a Merci, de... Az nem most az utcán állik. Úgyhogy, ha bekerült egy garázs ide az előkertbe, amiben tényleg nagyon szépen kiszámolva a kapható ajtóméretekhez, elektromos ajtóméretekhez hozzápászítva, gyakorlatilag egy plusz kis garazsacska került ide. Hát hál' Istennek most már több mint 10 éve, mert viszont egy tévéfelvétel van róla, de jó lenne, hogy ez nem. De mindegy. Szóval Magyarországon kevés dolgot nem szabad csinálni. Az egyik előkert beépíteni. Ez nem ott van, de nem mondom, hogy ez az előkertben van, de úgy néz ki, mintha az előkertben lenne. Na most ezzel a projekttel, ez a ház gyakorlatilag az utcai homlokzattól tart a hátsó kertig, ennek sem nagyon szoknak örülni, de mondom, alapvetően más helyzetről van itt szó, mint mondjuk egy kőszegi védett övezetben, ahol tényleg teljesen jogosan megkötik a tetőhajlászoktól kezdve a tetőfeni sajlagától minden, vagy mondjuk egy nagyon-nagyon drága budai kerületben, ahol tényleg az új gazdagok, meg a régiek is gyakorlatilag sportot üztek, ahogy hogyan lehet az egész telket beépíteni. Itt tetszenek látni néhány részletet a házról, amely azért érdekes, mert hasonló modorról tesz tanúbizonyságot, hogy tudnék semmi extra, de rend van, be van pucolva, nincs repedezett fal, a lehetőségek szerint újra van hőszigetelve, és az adott körülményeknek az ismertével a lehető legtöbb ki van hozva az épített környezetből. Nem tudom, tetszeneket tudni, ezt én most tanultam meg Erdélyországban, hogy minden jó ez a muskátű divat. Tessék elképzelni, úgy tartják, hogy a szúnyogokat elzavarják. Úgyhogy ez az oka annak, hogy a rurális területeken, főleg ahol állat is van, pláne Romániában kék fal plusz muskátli, de nem az erdélyi a székek, sosem festették kékre. Nem. Ahogy egy barátom mondta, bohásak sem voltak, tehát boskorúk sem voltak. Szóval kék fal, mert az a legyet zavarja. Nem tudom, hogy igaz, de annyira meggyőzően mondták, hogy ezt én elhittem, és a muskátli pedig a szúnyogok ellen prima. Tehát tényleg prima a szúnyogok ellen. Már eltelt 2 év újabb építés nélkül, és vége van, megyek haza, ez volt olyan. 2016-ban annak érdekében, hogy állandóan legyen friss paprika, 4. hó 2-án tetszik látni remetulozva, elkészült egy üvegház. És azt kell mondjam önöknek, hogy igen, pipec, ez a jó szó. Tehát jó, nem egy japános dzsunya isigami semmilyen minimalizmus a dolog, de egy szép arányú, nagyon tisztes, több mint tisztességesen kivitelezett
nagyon masszív, a céljának tökéletesen megfelelő. Azt kell mondjam önöknek, hogy nagyon jó kidolgozott, nagyon-nagyon remek kis darabról van szó, amely úgy tűnik, hogy 10 év non-stop építés során gyakorlatilag elsajátítódik egy olyan belső arányérzék, amely belső arányérzékkel szerintem nekem legalábbis semmi problémám nincs, ezt én nagyon-nagyon szeretem ezt a Mihálytikot. Itt egy picikét csaltam, itt ráhúztam a szaturációt a képről, hogy még jobban hűljen, mint amúgy ez a kis színes darab, mert egyébként ez tényleg így van. Felnézünk, minden a saját kéz által készítve, méretre vágott fából, nagyon-nagyon takarékosan, kis ablakkal, hogy ez a dolog át tudjék szellőzni, és egész évben nagyon finom, nagyon ízletes paprikájuk van. Vinézni, illetve paradicsomuk, illetve visszanézve a kert felé, ahol szépen sorakoznak egymással a palánták. Ugyancsak 2016-ban indul el, és ez a mai napig tart a madárház projekt. Amely madárház, pontosabban nem, madárház ez így nem szó, hogy madárnegyednek lenne érdemes nevezni, vagy igen, madár lakótelep. Ez kezdődött egy ilyen egyszerű etetővel. Az én édesanyám és Razál mama nagyon jóban vannak egymással, és megbeszélik esténként, hogy Rózsikám, te mit tettél ki a madarak? Ágikám, én kitestem ezt. Jó, hát akkor én is azt teszem ki. De hát a macska ne veszik el magad? Nem, ne veszél meg a macska. Jó, hát akkor Rózsikám, hát én fölöltem. Az azt, hogy ki megbeszélik, hogy mit kell kitenni a madaraknak, és ide szoktak a madarak. A következő, ez így indult, tesznek látni, papuka madárral, ez kelepel, csattog, forog, tehát tényleg ahogy ez kell, zöld zsinneje, és egyébként pedig hatalmas méretű, úgy szintén egyedülnek készített papagájketrecekkel, amely papagájketreceknek az a lényege, hogy az egyik oldalát tisztítják, akkor a papagáját tudjon menni a másik oldalra, ha a másik oldalát tisztítják, akkor vissza tudjon jönni erre az oldalra, egyébként pedig szét kell őket néha szedni, mert bevadulnak, és akkor elkezdik egymást tollát tépni, rosszul, nagyon meglepően érzékeny jószágokról van szó. Volt Púli, ezt elmesélem. Púli az benne volt sokáig, és Púli megtudta azt, hogy na mi van. Mert mindenki ezt mondta neki, hogy szia Púli, na mi van? És így utána megtalálta a papagát. Na mi van? Így állandóan ezt mondta a papagát, na mi van? Tehát Púli sajnos meghalt, de utána, hogy legyen Púli helyett több papagáj, az etetővel, a kiszedővel, én nem is értem ezeket a rendszerét, de látszik, hogy ez egy funkcionálisan nagyon kiérlelt, tényleg ilyen Neufert lexikonban és helyet kapható madárház sorozat lett ebből, amely tesznek látni, van belőle nem kevés, de cserébe sok. Amikor készült a fotográfia, akkor már megjelentek ezek az új cuccok, és egy picikével később is, ezek ilyen de, igen, ezek ilyen galambok, ezt tudni, fehér és szárnya van, ilyen furcsa jószágok egyébként, ez a művészi fotográfia, őt egyébként nem értem, tehát hogy lát előre, tehát hogy vannak a galambok. Egyébként mondta a papa, hogy van egy, hát ez most be fogok ebben lépni, ezt nem fogom tudni, van a környéken egy kisállatpiac. Ezen a kisállatpiacon a Gőtétől kezdve a Görényen át, a Patkányon keresztül szerethető, kevésbé szerethető, jó PR-ú, kevésbé jó PR-ú, mindenféle jószág kapható. És kiderült, hogy Sándor papagájokat is lehet kapni 16 000 forintért. Ami azért egy, most itt dobálózunk a pénzekkel, de nagyon-nagyon minden vasat megnéznek. És ő mondta nekem, hogy Sándor, ne haragudj, hát a szomszédom most éppen elunta a Sándor papagáját, amikor ezeket a fotókat készítettem, akkor szerkesztett éppen egy újabb madárházat. Nagyon jó lesz, mert hogyha ezeket én tudom szaporítani egymás között, akkor 16 000 forintjával ezt én nagyon-nagyon szépen el tudom adni, és ez egy teljesen rendben is van, tehát egy ilyen nyugdíjaskori megélhetés is van. Most ennél tetszik emlékezni erre a képre, ugye? Az egyetlen szabad helyről fotóztam le, ami még nem volt tele a telken. Most erre az egyetlen szabad helyre sikerült bevariálni ezt a darabot, a segítségével, mert mondjuk jöttek a Sándor papagájok, tehát így nézett ki készülve az az újabb artefaktum, amely miszerint madárház, ami majd az előző szabad helyre. Megjegyzem, úgy kiszámoltam, hogy egy-egy centi hibázott csak
a fáknál, hogyha egy 1 centivel legyen, akkor nem tudjuk becuppantani, de szépen a bögyeskedik, és ezzel gyakorlatilag tele lett az egyetlen épített totalitássá válta a telet. Na most gyakorlatilag egyébként vége az előadásnak, mutatnék még néhány részletet, amely részletekben van egy ilyen kis szobor. Mondta a papa, hogy ő látta, azt hiszem neki a lelke mélyén ez a háromszintes, az a szökőkút, ami csúrog lefelé, és a háromszintes. Ezt ugye egyszer mondta, hogy látott egy ilyen tüzépnél egy ilyen szökőkutat, de szerintem ő is érzi, hogy ez már nem nagyon félne be a telekre. Nagyon-nagyon szép dús környezettel, rengeteget dolgoznak, rengeteget kertészkednek, és ilyen tényleg ilyen bukolikus pásztorlány jelenteket lehet forgatni a pálmával. Kiskockakővel kirakva, egyébként a hátunk mögött van egy nagy kanapé, ott szoktak cigizni, ott szoktak így üldögélni. Ez az a bizonyos szőlő, amiről meséltem önöknek, hogy a nem vízszőlőként, hanem valóban ehető szőlőként felfut a lugasban az étkezőnél. Ugyanez a szőlő felfut a fára is, tehát ez egy fán kaptam el. És pontosan azért, mert értéke van mindenek, és mindig mindenre használható, a híres köcsökfáknak a tradíciója, amikor ugye a lecsonkolt fákra gyakorlatilag kiakasztják a köcsögöt azért, hogy az tudjon száradni, és egyébként pedig ne kelljen kivágni a fát, mert ha már egyszer ott van, örüljünk és használjuk valamire, ugyanezzel a lendülettel vannak a régi csonkolt fák, amelyek már nem élek használva arra, hogy egy ilyen természetes virág. Virágoskatoként, vagy virágállányként működjenek. Ezért nem is érted, ez a szeder, ugye? Ez a szeder, igen, szeder, kis hagymácska és aprócska részletek kerültek a kutyával, nagy kutyások voltak. És itt jön az a kérdés, hogy az a sok állam, hogy miért rakta, és nem bírtam ki, és mondtam, papa, mondd már el nekem, hogy miért, minek ez a sok madár, és minek? Városi gyerek vagyok, te. Kis túlzás, még a gaz is kipusztult benne körülöttem. Szóval nézd, Andor, van egy macskád, ha az elpusztul, az szörnyű. Szóval én megrikadtam a cirmit, legyen cirmi. Ha van egy kutyád, elpusztul, az lelked beleszakad. Állat meg kell, egész életünkben állatok között voltunk. A hát, ha a madártól nem szakad cír meg. Meg annál jobb nincs, hogy reggeli madár fincsről ébred az ember. Ez egy nagyon tiszta, én magam, most ennek az eladásnak a helyben én is igyekszem kipoentírozni a humoros részeket, de ez egy nagyon tiszta, nagyon szép és nagyon emberi mondat arról, hogy hogyan próbál meg valaki a természetben, meg a saját életében otthon érezni magát. Ami szerintem egy gyönyörű dolog, bárcsak nekem lenne erre képessége, mint aminek van. Egyébként volt egy ilyen kutya, Dömének hívták, aki hogyha rossz volt, Dömötörnek fokozták le, egy kis francia mops volt, ő emlékszem, és ő neki a, hát nem mással, de róla készült kis terrakott a szomor, hogy a kutyus az már meghalt. Kisbéka, a vasgúja szájában, az Franciaországból van a vasgúja, kisbéka nem tudom honnan van, és egyébként még a gyep között is egy ilyen elzárult csapban is, egy ilyen emlékként egy kisbékáska, amely valamelyik utazásnak utazásnak az emléke volt. No, hogy akkor ez mi ez? Ez a dolog. Most olyan leszek, mint egy ilyen horrorfilm. Tetszik, hogy a... Köszönöm, hogy jönnek a kamera elé. Ja, van két típusa van a horrorfilmnek. Az egyik a húzd meg, erezd meg. Az embert ijeszgetik. Vannak nyugis részek, és akkor vannak izgis részek. Másik meg, amikor tök unalmas az első két óra, és aztán a végén van egy akkora hentelés az utolsó 10 percben, ilyen mondjuk az ördögűző. De most én ezt a második részt vágom, mert most akkor gyorsan betolnám önöknek a heavy cuccot, hogy szerintem hogy jön ide a népi népidészet. Van a művészet történetben egy fogalom, amit úgy hívunk, hogy asszamblás. Ez az asszamblás, ez gyakorlatilag nem más, mint különböző típusú anyagoknak az egyetlen műalkotássá való összeépítése, mint mindenben ebben is a Picasso volt az első abszintos üveg című MoMA-ban látható darabja volt ez az asszamblás. Robert Rauschenberg
tanártárgyakból, a minimálárnak az idén, meg a popárnak az idén volt ez egy nagyon nagy divat, hogy egyébként különböző eredetű textúrájában, faktúrájában, anyagi minőségében, nagyon eltérő tárgyegyüttesekből jön létre maga a műalkotás. És ha belegondolunk, ugye ez az létező fogalom a művészet történetben. Mi, ezt, hogyan tudjuk ezt az építészetben megérteni? Azt kell mondjam, hogy ehhez az eszközhöz nyúl Kolontár újjáépítésekor Túri Attila, aki a Kolontárni utcát, főutcát újraépítés óta a Vörösiszap katasztrófában lerombolt épületek helyébe készít egy új házsort, amelyben az történik, hogy bizonyos kapumotívumok, az, hogy milyen a tetőnek a mintázata, a kapunak az elképzelése, jobbos, balos, szimmetrikus, nem szimmetrikus, gyakorlatilag létrehoznak egy elemkészletet, amely elemkészlet, hangsúlyozom, áll egy tetőtípusból, ajtótípusból, ablaktípusból, és ezeknek a szabad variálását a leendő lakókra bízzák, és meglepően variábilis módon jön létre az új lakóépítés. Ez tulajdonképpen építészeti értelemben ugyanúgy egy asszamblás, persze máshogy, de ugyanúgy egy asszamblás, mint amit a Picasso-ét csinálnak. Szóval egy meglepően, ez dehonestáló, egy nagyon szép, nagyon jó működő, ha majd ez bezöldül, egy nagyon kulturált, egységes utcaképet tudtak ezzel létrehozni. Tekeni még egyet ezen a dolgon. Mindannyian tetszenek látni, gondolom önöknek is van egy csomó kedveknek Instagram fiúkja, vagy ha akkor nem, akkor a kedves fiúknak, lányoknak, fiatal rokonoknak, ugye a mi öregek a Facebookon, a fiatalok az Instagramon vitézgetnek. És ez az Instagramon egy Lev Monovics nevezetű orosz származású remek-remek kutató megpróbálta összegyűjteni, hogy milyen fotótípusok vannak az Instagramon. És eme kutatással közepette előtte nagyon szép és nagyon termékeny mondata, amelyben tulajdonképpen azt mondta, hogy le kell számolnunk azzal, hogy a mobiltelefonunkat, az Instagramot, a Facebookot, a különböző képmegosztó ügyeket pusztán digitális cuccoknak, gadgeteknek, játékszereknek tekintsük. Ő azt mondja, hogy ez maga a médium. Ez ugyanolyan önmagában művészi kifejező eszköz, mint annak idején volt az ecset, a vászon és a festészet, sőt több, nem eszköz, hanem maga a dolog. Hozzáteszi azt, hogy az a tény, hogy fiatalok a beépített modulokból órákat töltenek el azzal, hogy szépítsék, finomítsák, szaturálják, élesítsék, kontrasztosítsák, magyarán retusálják a képeiket, tisztán azoknak a lehetőségeknek a segítségével, amit maga a program fölött, ez művészeti tevékenység, és a végeredménye pedig művészet. Megjegyzem önöknek, én nekem a pozícióm okán nagyon széles a művészet spektrumom. Mert nem tehette meg, hogy van egy fiatal, akit érdekel valami, és lesiköljem az asztalról, hogy ez hülyeség. Tehát én meg kell megérteni, hogy miért gondolja valaki az Instagram azt, hogy művészet. Ez egy nagyon szép gondolat ennek kapcsán. És úgy, ahogy Picasso eltérő anyagminőségű elemekből rak össze kompozíciókat, ahogy Túri Attiláék eltérő kompozíciós egységekből, szabad azt mondani, mémekből, mém komplexumokból raknak össze házakat. Ahogyan az Instagramon a program által feloldott filtereknek és a szűrőknek a segítségével hozunk létre önálló alkotásokat, gyakorlatilag ez történik ezen a házon is. És még nagyon-nagyon-nagyon sok házon. A népművészet tudnék most már nem abban áll, hogy bujjibicskával megyünk kifaragni az oszlop véget, mert az készen van. Nem a dikót festjük ki, mert az is készen van. Elmegyünk az Obiba, meg a Bauhausba, meg a különböző építési telepekre, és az ott előre kapható egyemek, elemekből létrehozunk egy asszamblást. Ami asszamblásnak az értéke és hatóereje immáron nem csak a házra vonatkozik, hanem az egész telek totális építettségére terjed ki. Maga a műalkotás, az új népművészeti alkotás, innentől kezdve nem a ház, nem a tető, nem a forma, nem a részlet, hanem a mód, a környezetalakításnak az igényes módja, mert ez igenis igényes. Tessék csak elmenni kistérségi szegregátumokból, hogy milyen környezetek vannak, nem különnek, hogy önök is pontosan tudják. És
az anyagokkal, a rendelkezésre álló részletekkel való variábilis cselekvés sorozat. És így jön létre ez a terekmélet használat. Lehet, hogy ez esztétikailag egy ilyen nagyon-nagyon kifent minimalista esztétikán edződve, és jópózolom meg japánokban edződve, ez kiborító ezt látni, de azt gondolom, hogy ha meg akarjuk érteni a kortárs népművészetnek a mai miben lépét, és a kortárs népművészethez valami jó módon el akarunk kezdeni foglalkozni, mert aztán ez tényleg nagyon sérülékeny, tényleg nagyon kitett, ha meg akarjuk érteni azt, hogy hol van ma az a környezetalakítási energia, a környezetre való odafigyelés, az a cél, hogy igenis, nem mondom, önöknek is biztos benne, hogy rengeteg ilyen rokonom van, akik egy belső igényből hajtva szebbé, jobbá akarják tenni a környezetüket, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly érték, de valóban nem írható le azzal a 19. századi népművészeti fogalommal, vagy 20. század elejé népművészet fogalommal, amely népművészeti fogalomhoz mondjuk a matyó képzésekre, a sokat is, ami úgy szintén nagyon fontos, de ez velünk él, itt van, most van, és némiképp inkább antropológiai és inkább etnográfiai eredetű, semmit formai eredet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én tiszteltem be is fejeztem a szabadásomat. És örömmel a